Gábor az a Gábor, aki csinálja nekünk azokat a csodálatos bejátszásokat, filmecskéket, és most a Szentföldön jártak Izraelben, és az is a jó hír, hogy Gábor a látását visszanyerte, erről meg külön beszélünk. Aztán ma egy ilyen izraeli szentföldi nap van, ugyanis van egy riportunk az első magyar rabbi nőről, vagy női rabbiról. Ami nagyon ritka dolog. Ami nagyon ritka, így van. Magyarországon egy van belőle. Hát majd meglátjuk, hogy mit szólnak hozzá többiek. Végül pedig megtudhatjuk azt, hogy hol és mikor játszik a imént is hallott többször általam nagyra becsült és toplistán lévő Szabadszong zenekar. Mik a nyereményeink? Ajándékaink, nyereményeink. Nos, hát először is a Szabadszongnak a CD-je, a legújabb CD-je. Ezt én nagyon irigylem, mert csak egy van már belőle a stúdióban, és azt is eltetszenek vinni. Két naptárocska, amit a Kérünkma kiadó ajándékozott nem nekünk megint csak, hanem önöknek. Aztán pedig az egyik azt hiszem szentföldi, a másik pedig valami más. Aztán pedig az éjféli kiáltás missziónak a folyóirata, erre lehet egy előjegyzést, illetve előfizetést kapni, és a két más magazin, családmagazinból is egy előfizetést lehet nyerni, úgyhogy én telefonálnék az önök helyére. Tehát 4-24-68-00, Ildikó várja a helyes megfejtéseket, aki a leggyorsabban telefonál, és tudja a helyes megfejtést, az nyer. Milyen nyelven íródott az Új Szövetség? Latinul, görögül, héberül vagy olaszul? Megmondjam? Nem mondja. Majd a végén. Jó. Itt vannak Gáborék. Hát ez egy nagy család, most egy kicsit közelebb jöttek Ráckevéről, de egyébként is majdnem minden héten itt vannak a munkáik révén. Addig annyit azért elmondok, hogy Gábor művészember, de mondom, élni is kell, Ági pedig agrármérnök, kertészmérnök, úgyhogy hát ő keresi az almát. Legyen egy kis almakompót legalább ebédre, amikor a művészet nem fizet olyan jól. Gáborkám, hallom akkor, hogy szemüvegben vagy, de most már sokkal jobb. Mondjál néhány szót az egészségedről. Elmondhatom, hogy a Biblia szavaival, hogy vak voltam, de már látok. Tehát ez kettős értelemben is igaz. Megtapasztaltam azt, hogy korábban szellemileg vak voltam, és látni kezdtem, amiután megismertem Jézus Krisztust. És most pedig megtapasztaltam, milyen az, amikor valaki testileg is megvakul. Hát ezt ne úgy értsétek, hogy se hang, se kép, tehát tök sötét volt, de használhatatlan volt a szemem, mind a kettőt megoperálták, hájog lett mind a kettőn, szinte egy időben. Ez kora tavasszal történt, hát az év ennek jegyében telt el, úgyhogy hálát adunk az Istennek, hogy jelen pillanatban... Amellett, hogy imádkoztál, egy jó orvoshoz is kerülhetél, ugye hamar erre jött, hogy áldassák az ő keze munkájait. Elmondanám, Szentföld, mi újság van, most merre jártak? Egy zarándok úton vettünk részt a Szentföldön, amit úgy kell érteni, hogy egy keresztény csoport, nem sokkal többen, mint a tanítványok. Tehát innen láthatunk most képeket? Igen. Ez is Gábornak a felvételei közül való, a legfrissebbek. Itt most olyanokat fogtok látni, amelyik nem feltétlenül exponált helyek, tehát nem olyanok, amik feltétlenül a Bibliában szerepelnek, hanem egy feelinget, egy érzést próbál átadni arról, hogy Izrael tulajdonképpen. Ez jó héber betűk is, olyan, hogy forognak, mint a nyugati pályaudvaron. Tehát az éjféli kiáltás szervezte ezt az utat, nagyon professzionális út volt. Egy mi ez az éjféli kiáltás? Én minden héten reklámozom őket, mert olyan ajándékozó egy, van. Egy keresztény misszió, aki feladatának tartja azt, hogy egy megfelelő kép alakuljon ki tulajdonképpen Izraelről, tehát itt nem olyanokról van szó, akik zsidó emberek, hanem keresztény misszió, aki missziózni próbál zsidó emberek felé, illetve próbálja bemutatni azt, hogy tulajdonképpen milyen is Izrael, ez azért fontos. Hát szép. Mert, hát szép. Szép. Hogy érzed, hogy a film az mennyire tudja visszaadni hitelesen a Szentföldet? Nem tudja visszaadni semmiképpen, tehát mindenkinek meg kell tapasztalni ezt személyesen, és ezt meg el kell látogatni. Én próbálok. Tehát megpróbáltam azokat a jellegzetes helyeket megkeresni, ami ezt próbálja visszaadni, de nem tudja. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy ezt személyesen tapasztalja meg, mert csak úgy tudja a Bibliában lévő helyeket azonosítani, illetve az ott lévő népszokásokat, egyéb dolgokat a helyére tenni, ha megismeri. A Freddy Winkler, az idegenvezetőnk azt mondta, hogy tulajdonképpen ez az Izrael földje az ötödik evangélium, tehát ugye tudjuk, hogy van négy írott a Bibliában. Tehát nagyon beszédes. Így van, nagyon beszédes. Tehát ahhoz, hát én amikor voltam, hogy a szabadba vágjak, mert azért vagyok itt, akkor én a Bibliát vittem magammal, és az volt a bédekkel. Hát a Biblia, mint bédekkel. Abszolút, tehát még nem voltál. Tehát kézzel fogható. Adok neked egy Bibliát, ha elmész.
Jó, megbeszéljük. Jó, oké. Na, van egy aktualitás is, és hát itt van Ági, aki szépen csendesen hallgatott idáig. Ti szerveztek valami programot itt ezzel az éjféli kiáltással egy néhány nap, hét múlva, igen, ugye? Ez nagy élmény számunkra, hogy szinte két hete jöttünk vissza Izraelből, és még egy mondat erejéig, hogy láttuk, ami meg van írva, mert nagyon is képi beszédű Izrael, és a Biblia megelevenedett előttünk, és valóban ez az ötödik evangéliumot így éltük át, tehát láttuk, ami meg van írva. Ez a konferencia pedig ami október 8-án, 9-én lesz, média nap, ami két napig tart, úgy mondhatjuk, hogy látjuk és halljuk, ami meg van írva. Tehát a igen, itt a meghívón is idézik a Bibliát, hogy a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde. Tehát a képnek, a hangnak és a nyomtatott írásnak a képviselői vesznek részt ezen a konferencián, de keresztény emberek, akiknek közös célkitűzése, hogy az evangéliumot terjesszék. Tehát ami előadások is lesznek? Előadások lesznek, igehirdetések, neves előadók személybe, Pálhegyi Ferencet, hogy említsem, nagyon és egy másik neves előadó itt közöttetek előfordulhat. Igen, mert... és média szakértők. Média ügyben így van, igen. Tehát keresztény rádiós, miről televíziós. Majd? Én arról beszélek, hogy milyen nehéz a kenyér itt az RTL klubban, és hogy milyen jó, hogy a kereskedelmi televíziókban is vannak ilyen műsorok. Ezt nagyon sokan ez nézik igaz. Egyébként, úgyhogy a beérkező telefonokból, levelekből ezt szűrjük le. Mi lesz ott még? Zenei. Lehet ott esetleg vásárolni? Zenei szolgálatok lesznek, aha, színvonalas. Uh-huh. Több olyan zenekar lesz, akik már itt is nálad is lennék. Igen, vagy Keresztes Kriszti és édesapja, és a Bojki testvérek. Még a Bojkiék két napon is. Keresztül. Na, igen, vásárolni lesz lehet. Ez? Mondjad már. A 11. kerületben lesz, pontos címet felolvasom. A TIC stúdióban, Zsombolyai út 6, második emelet, és ide minden ez a Bocskai útból nyílik ott az önkormányzatnál. Amikor jössz, ott nem lehet leparkolni, vagy rendőrség, ott előtte megállasz, mert vigyáznak az autódra. Tehát akkor a Zsombolyai úton, a Bocskai út közelében. Október 8-9. Ott találkozunk, igen, veletek. Köszönjük szépen, hogy jöttetek, és köszönjük szépen a gyönyörű képeket. Minden jó. Szívesen máskor is.